Sokszor azt gondoljuk, kicsit leegyszerűsítve, hogy a drog csinálja a függőséget, holott hát a függőségben, mint jelenségben sokkal izgalmasabb az, és fontosabb és meghatározóbb is, hogy mi van az emberrel. Miért lesz az egyik ember ugyanattól a szertől függő, a másik meg tudja használni rekreációs jelleggel problémamentesen, a harmadik meg azt mondja, hogy nem is érti, hogy bárki miért használja ezt a szert, hiszen számára nem okos semmi. Az anyag ugyanaz, mégis nagyon más dolog történik, hogyha különböző emberek szervezetébe kerül, más agyak, ha akarom, hogy más központi rendszer, az másképp reagál. Demetrovics Zsolt vagyok, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem klinikai pszichológia és addiktológia tanszékének vezetője, pszichológiai intézet igazgatója. Itt tanultam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, pedig pszichológia szakon, illetve antropológia, kulturális antropológia szakon. Már a tanulmányok során engem az addiktológia kezdett érdekelni, akkor még elsősorban a drog használattal kapcsolatosan. És aztán kezdett ez az érdeklődési kör kitágulni, hogy mi van azokkal a függőségekkel, ahol nincs drog, ott a szerencsejáték. Ez volt az az időszak, ugye a 90-es évek végén kezdett igazából az internet elterjedni, és ez is volt az első olyan jelenség, amivel azt gondoltuk, hogy akkor ezt izgalmas lenne megnézni, hogy mennyiben más az internetfüggőség jelensége, mint a drogokkal kapcsolatos függőség. Kutatások, együttműködések mellett ez is egy fontos pontja a tevékenységnek, hogy 2011-ben megalapítottunk egy nemzetközi folyóiratot, ez a Journal of Behavioral Addictions folyóirat, ami egy olyan szaklap a világon elsőként, ami kifejezetten és kizárólagosan a viselkedési addikciókkal foglalkozik. Azért számos különböző problémával foglalkozunk, tehát itt tényleg az internetfüggőségtől kezdve a testedzés függőségen, kényszeres vásárláson, munkafüggőségen keresztül, és hát megmaradt a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos jelenségek vizsgálata is. De az egyik legizgalmasabb új téma, amivel foglalkozunk, az a videójátékokkal kapcsolatos jelenségeknek, vagy azzal a kapcsolatos függőségnek a vizsgálata. Kutatásainknak az első fázis az azzal foglalkozott, hogy játékokkal kapcsolatos problémák súlyosságát tudjuk mérni, illetve egyáltalán azokat a komponenseket, vagy azokat az összetevőket azonosítsuk, amik meghatározzák azt, hogy mitől problémás a videójátékokkal való foglalkozás. És utána ezt a kutatási szállat úgy vittük tovább, hogy egyáltalán azt kezdtük nézni, hogy miért használják a videójátékokat. Egyrészt a rekreációt, mert ez kikapcsolódást, örömöt okoz nekik, de ilyen a készségfejlesztés, de bizonyos készségeit előmozdítja a játéktevékenység. Ide tartozik egy nagyon fontos dimenzió, a szociális vagy társas motiváció, azért játszik, hogy új embereket ismerjen meg, egyáltalán másokkal együtt legyen. Egy következő dimenzió a fantázia, kipróbálhat olyan szerepeket, amiket a való életben nem. Illetve ide tartozik az eszképizmus, ami azt jelenti, hogy azért játszom, hogy kilépjek a való világból, vagy el tudjak szakadni a mindennapi konfliktusoktól. És ez hasonló, de mégis egy kicsit eltérő dimenzió, amit megküzdésnek vagy copingnak nevezünk, amikor azért játszik, hogy a benne lévő bármilyen kellemetlen, negatív érzésen felül tudjon emelkedni. Az, akinél mondjuk dominál a rekreáció, vagy dominál a készségfejlesztés, mint a játék meghatározó motivációja, ott kevesebb problémát fedezünk fel, mint ott, ahol esetleg a mindennapokból való kilépés a meghatározó. Ezeket a kutatásokat tovább vittük egyrészt abba az irányba, hogy összekapcsoljuk egyéb pszichiátriai, pszichológiai problémákkal, illetve legújabb vizsgálatainkban próbáljuk mindennek a genetikai hátterét is megnézni, tehát esetlegesen összekapcsolni a problémásságot is, vagy akár a motivációs vonatkozásokat is olyan genetikai komponensekkel, amik még komplexebbé tehetnék ennek a jelenségnek a megértését.